Teniszórákat tartanak az első és másodikos osztályos tanulói számára a Korvin Mátyás általános iskolában. A mai napon is zajlott a fiatalok számára tartott tanóra, amelyet a Kecskemét teniszklub edzői vezényeltek. Egy szülőnek köszönhetően hallott az iskola az iskola teniszprogram lehetőségéről, amely rögtön felkeltette az érdeklődésüket, mondta el dr. Lóczi László, a Korvin Mátyás általános iskola igazgatója. Dr. Lóczi László nyitott volt a lehetőségre, hogy a kisdiákok testnevelés óráit még változatosabbá tegyék. A program igen eredményesnek bizonyult, ugyanis mindenki ki szerette volna próbálni a sportágat. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az üzleti élet menjen a társasági életben, be tudjon valaki szépen illeszkedni, ahhoz maga a tenisztudás is fontos, és ehhez szerettünk volna lehetőséget biztosítani gyerekeink számára. A másik pedig a tehetségkutatás. Az intézmény első és második évfolyamos tanulói vesznek részt a pályázat által létrejött ingyenes tanórákon. Az edzők 6 foglalkozást tartanak, amelyeket a plusz testnevelés órákba építenek be. Az órák novemberben kezdődtek el. Csávás István, a Kecskemét teniszklub vezetője elmondta, azóta már a Petőfi Sándor általános iskolában, illetve januártól még 3 másik iskolában lesz teniszoktatás ingyenesen. Legtöbb gyereknek nincs lehetősége arra, hogy kipróbálja a teniszt, tehát mindenkinek ez újdonság. Legelőször a labdával ismerkednek a gyerekek, milyen puha, milyen messzire tud repülni, illetve tenyeres és fonák mozdulatokat. Most minden osztály 6 alkalommal van lehetősége minden osztálynak kipróbálni a teniszt. Eleinte szlalom, labdagurítás szerepel az órán, és a teniszütő részeit is megtanulják a fiatalok, illetve megismerkednek a pályával. A Kecskemét teniszklubban a 3 hátsó pályát átalakítottuk Play and Stay pályákká. A Play and Stay az egy nemzetközi újfajta tanulási módszer a gyerekeknek. Ezek kisebb pályák, illetve piros és narancs labdákat tudnak játszani. A piros labdával a piros pályán, az egy nagyon picike pálya, a narancs labda az egy ilyen közepes pálya a felnőtthöz képest. Az új pályákat azért készítették, hogy az utánpótlás ki tudják szolgálni. Az órák megtartásához szükséges eszközöket, teniszütőt, teniszhálót, labdákat és a különböző gyakorlati kellékeket a teniszklub biztosítja a tanulók számára.